40. alkalommal rendezték meg a Műszaki Kémiai Napok nemzetközi konferenciát Veszprémben. A veszprémi BESZ szervezésében került megrendezésre a második Continental Team Design mérnök és programozó verseny. Mezítlában zenészek muzsikáltak az Éjszakai Egyetemen. Köszöntjük kedves nézőinket, tekintsék meg rövid híreinket, melyek az elmúlt időszak eseményeit mutatják be. Április 24-e és 26-a között került megrendezésre a Műszaki Kémiai Napok. A legújabb tudományos eredményeket bemutató rangos nemzetközi konferencián az egyetemek képviselői mellett a vállalati partnerek is részt vesznek. A Pannon Egyetem Műszaki Informatikai Karának Műszaki Kémiai Kutatóintézete szervezésében 40. alkalommal került megrendezésre a Műszaki Kémiai Napok nemzetközi konferencia. A rendezvény keretében hazai és külföldi szaktekintélyek mutatják be az iparban is kiválóan alkalmazható fejlesztéseket és eredményeket. Idén először angol szekcióval is bővült a program. A rendezvény megnyitóján többen is köszöntötték a résztvevőket. Dr. Friedler Ferenc, a Pannon Egyetem rektora köszöntőjében hangsúlyozta. Nem csak a hazai vegyipari kutatások, hanem a nemzetközi eredményei is erősek az intézménynek. Piglerné dr. Lakner Rozália, a Műszaki Informatikai Kar dékánya elmondta, a kar minden tevékenységében oktatás, kutatás és innovációs tevékenység törekszenek a minőségre. Ehhez illeszkedik a műkében folyó munka is. Arról kérdeztem dr. Mizsei Pétert, a Műszaki Kémiai Kutatóintézet igazgatóját, hogy mik a jövőbeni terveik. Tovább szeretnénk növelni a nemzetközi jelleget, hiszen ma már egy konferencia attól rangos, hogyha minél több nemzetközi résztvevőnk van, és igyekszünk egy jövőben egy még rangosabb konferenciát szervezni, ahol már gyakorlatilag csak angol nyelven folynának az előadások, hiszen ez ma már a magyar hallgatóknak sem jelent problémát, meg a magyar kutatóknak sem, és ezáltal a külföldi résztvevők nagyobb létszámban jönnek el, és ezt persze, ahogy mondottam, a publikálási lehetőséggel össze fogjuk kapcsolni, tehát meg fog jelenni az összes előadás valamilyen impactfaktoros újságban. Ezt tervezzük. A konferencián közel 100 előadó ismertette a legújabb eredményeket, a kémia, biokémia, alternatív energiaforrások, membráneljárások, olajipari technológiák és a nanotechnológia témakörében. A Veszprémi BESZ Bizottság 2012. április 23-án második alkalommal szervezett mérnökversenyt a Pannon Egyetemen, ezúttal a Continental Automotive Hungary Kft. Támogatásában. Az ünnepélyes megnyitón Somogyi Attila főszervező köszöntötte a versenyzőket, majd Tóth Péter, a Continental HR menedzsere szólt a megjelentekhez. Két kategóriában mérték össze tudásukat a Pannon Egyetem hallgatói. Délelőtt a Team Design verseny keretében 5-4 főből álló csapat próbálhatta ki gyakorlatban az eddig megszerzett mérnöki tudását. Délután pedig 6-3 fős programozókból álló csapat mérettetett meg. A napzárásaként a B-épületi kis konferenciaterembe invitálták a Team Design és a programozói verseny résztvevőit. A megjelentek rövid prezentációt hallhattak mind a Continental, mind a BESZ részéről. Somogyi Attilát főszervezőt a BESZ-ről kérdeztem. A Veszprémi BESZ Bizottság az egy Európán belül működő nemzetközi mérnök-diák szervezet. 90 városban vagyunk jelen, és itt Veszprémben is tevékenykedünk. Főként rendezvényeket szervezünk mérnök szakos hallgatóknak, versenyeket, valamint itt Veszprémben nyári egyetemeket szoktunk szervezni. Ezt főleg külföldi diákoknak, de az itt Magyarországon hallgató diákok is tudnak jelentkezni külföldi helyekre. Majd következett a várva várt eredményhirdetés, hiszen a nyertes csapattagok egy-egy Nintendo Wii-vel, a helyzetversenyzők egy-egy digitális fényképezőgéppel, illetve egy-egy multifunkciós nyomtatóval lettek gazdagabbak. Nagy volt a tét, hiszen az értékes nyeremények mellett a legjobb csapat képviselheti a Pannon Egyetemet a Zágrábban megrendezésre kerülő nemzetközi közép-európai mérnökversenyen. Egyedik kevésbé ismert trió tartott interaktív koncertet az Antropológia és Etika Tanszék Éjszakai Egyetem nevű programsorozatának keretén belül. Habár mezítlába a zenészek, a hideg idő miatt mégis cipőben muzsikáltak nekünk április 19-én a Veszprémi Vár egyik előadó termében.
A triót Bodrogi Éva, énekesnő, Koltai Katalin, aki gitáron játszik, és Bartek Zsolt, klarinétos alkotja. Koncertjük közel sem nevezhető hagyományosnak, inkább egyfajta interaktív zenei utazásnak. A Párbeszéd a zenéről című koncertsorozatuk, melynek egyik állomása volt az Éjszakai Egyetem, célja az, hogy nem művészetet tanuló egyetemistákat szólítanak meg, mely az ő nyelvükön szól. Előadásuk címe Párizs Rio Buenos Aires volt, Bodrogi Éva pedig e három világváros nyelvén énekelt nekünk. Koltai Katalin arról beszélt nekünk, mit jelent nekik mezitlábas zenésznek lenni. A mezitlábas szó az a számunkra egyfajta szabadságot és őszintességet, és igen, őszintességet jelent, és ebben a fajta szimbolikában keressük a komoly zenei hangverseny életre. Nem feltétlenül ez a két jelző a legjellemzőbb, tehát nem a szabadság és a őszintesség vagy természetesség keresése, hanem főleg a hagyománytisztelet, ami nekünk is fontos, de emellett mi emberileg stílusban, meg kommunikációban keresünk egy másfajta hozzáállást, és ezért indítottuk el ezt a sorozatot. Az interaktív koncert különlegessége volt, hogy a hallgatóság is közbeavatkozhatott. Különböző kártyák felmutatására improvizálniuk kellett a zenészeknek. Habár ez spontán mozzanat volt, és mindegyikük mást játszott, mégis megmaradt zenéjük egysége, harmóniája. A sikeres üzletembereket felvonultató programsorozat utolsó, külsős előadója a Vodafone Magyarország elnöke volt. Az interjú estek ugyan véget értek, de a szervezők reményei szerint jövőre is számos híres közéleti személyiséget ismerhetnek meg a Pannon Egyetem hallgatói. A február óta tartó jedlikes előadássorozat fő célja, hogy a leendő pályakezdő hallgatók sikeres, ösztönző személyekkel találkozhassanak még egyetemi tanulmányaik alatt. Az érdeklődők legutóbb Beck György, a Vodafone Hungary elnökének több évtizedes sikertörténetét ismerhették meg. Az elméleti matematikus végzettségű vezető elárulta, hogy egy jól menő szervezet alappillére, hogy az összegyűjtött kiváló szakemberek ütőképes csapatként tudjanak együttműködni. Továbbá véleménye szerint a siker az egyéni hozzáálláson és a célkitűzések megfelelőségében rejlik. Én azt gondolom, hogy érdemes valahol a sikert kitűzni maga az embernek és készülni rá, és hát ezek a fontos felépések, amik ehhez szükségesek valahol a munka, sok munka, tehát én azt gondolom, hogy a tehetség csak egyik lépés, nagyon fontos, hogy sok munkát tegyenek bele az emberek, fontos, hogy olyan csapatba legyen, akiknek a tagjaival azért nagyon szépen tudnak együtt dolgozni, egymást segítik. És aztán van egy-két olyan dolog, a világlátás nagyon fontos ma, ugye egyre inkább és egyre könnyebb valahol külföldre egy kicsit kinézni, és erre szükség is van, azt hiszem. Amikor én egyetembe jártam, kicsit régebben volt, akkor azért egy elég zárt világ volt, hogy nehezen lehetett mozogni Magyarországról. Ma ennek azért nincs akadálya. A nyelvtudás rettentően fontos, tehát mindenkinek azt javaslom, hogy minél gyorsabban, profi módon próbálja minél több nyelvet elsőítetni, és aztán pedig munka. Hasznos információkat tudtunk meg az országos mobil internet lefedettségről, a 2020-ra jósult technológiai fejlesztésekről, valamint a Vodafone munkakultúrájáról, szellemiségéről. Ez utóbbiról kiderült, hogy a szervezeten belül igen fontos szerepet tölt be a sport. Többek között az elnök úr is évek óta aktívan vízilabdázik, s tagja a cég csapatának is. Péntek 13-át sokan szerencsétlen napnak tartják, idén azonban a gazdasági informatikus szakesz szervezői rácáfoltak erre a hiedelemre. A Gazdinfo szakest helyszínéül idén a menzát választották. Az estet Piglerné dr. Lakner Rozália dékánasszony nyitotta meg beszédével, majd a szervezők köszöntették a vendégeket néhány szóban. Mint minden szakesten, itt is elmaradhatatlan volt a küldöttek fogadása, akik egy kis ajándékkal kedveskedtek a szervezőknek. Nem számítottunk rá, hogy ennyien fognak eljönni. Két évvel ezelőtt volt utoljára szakestünk, és úgy gondoltuk, hogy most itt lesz az ideje egy újabb szakestnek, és kellemes csalódás volt ez az összes szervező számára. A köszöntők után finomabbnál finomabb ételeket kóstolhattak meg a résztvevők a svédasztalos vacsorán.
A szakest a váratlan eseményekben is bővelkedett, a résztvevők egy eljegyzés szemtanúi is lehettek. Április végére számítottam, úgyhogy ez itt váratlan volt, de örültem. Az est folyamán még kiosztották a legjobb oktatónak járó díjat, melyet Dulai Tibor oktató nyert el, majd különféle kvízekben mérhették össze tudásukat az oktatók és hallgatók, illetve játékos vetélkedőkön vehettek részt. Az est folyamán az elsősöket is felavatták. Az est egyik legérdekesebb programja a szakest királynő és szakest király választás volt, akikre a meghívókban mellékelt cédulán lehetett szavazni. A szakest lezárásaként a vendégek tombola sorsoláson vehettek részt, ahol értékes nyeremények találtak gazdára. Az est során a Makeshift Promise és a Dr. Feel Good Music Band szolgáltatta a zenét, hogy még jobb hangulata legyen a vendégeknek. Idén ünnepli a Veszprémi Egyetemi Falmászóklub fennállásának 20. évfordulóját. Ezen alkalomból indult előadássorozat negyedik előadója Gál László hegymászó lesz, aki a 8516 méter magas Lócsehegycsúcs első magyar meghódítója. A klub az előadásra május 9-én este 19 órára várja az érdeklődőket az egyetem felső kampuszán található Polinszki teremben. Köszönjük meg tisztelő figyelmüket! Aktuális híreinkkel egy hét múlva jelentkezünk, addig is honlapunkon megtekinthetik híradónkat és egyéb műsorainkat. Műsorainkkal kapcsolatos hozzászólásaikat, kérdéseiket, észrevételeiket a képernyő alján olvasható címre várjuk. Viszontlátásra!